Szavalással indult a Szépkorúak hete, melyet az óvodások műsora követett. A elfáradtál, mert elmúltak az évek. Ne csüggelj, keresd a korodnak megfelelő szépet. Ami mellett fiatalon elmentél, rohanva, most rájössz nyugdíjasként megnézni, botra támaszkodva. Neves, szeres, a baj soha ne keresd. Örülj a mának, mert a holnap rosszabb is lehet. Keresd barátokat, bánatot adott meg, mert megosztasz bármit is, egyre kevesebb. Soha ne hidd, hogy a te sorsod a legrosszabb. Mindenki magát hiszi a legnyomorultabbnak. Légy vidám, mert teljesen mindegy, az élet úgysem áll meg, és így sokkal könnyebb. Ne sajnáltasd magad, s légy arra büszke, sok mindent átéltél, és mégsem törtél össze. És mert visszahozni semmit nem lehet, fogadd el, és élj emberhez méltó, dicső és derűs életet. Köszöntöm kedves vendégeinket, a napjátok, hogy három napos szemózéjén. Már hagyománnyá vált, hogy évente egy alkalommal összeütünk az életünk, fejezzük hálákat, tiszteletünket, megbecsülésünket, tiszteletünket, az úrán, az hosszú munkában átültött évek után, köszöntöm, megérdemel, hogy a szeretet napján, hadd köszöntsem önöket, néhány gondolat, mi emberek furcsa lények vagyunk. Tudunk örülni, sírni, dühödni, de a legfontosabb, szeretni tudni. Szeretni a legcsodálosabb, csodálatosabb dolog a világban. Mindegy, hogy a szeretetről vagy szeretetről beszélünk, szeretni a legnagyobb szükség. És most következik a Sajószegedi Járvános Művelődési Központ óvodásainak műsora. Elkészítői Lángóné Sipi Irén és Tóth Vítyös Krisztián.
haza, ki öltöztet, ki vetkőztet, bizonyul a nagymama. Este elaltak, még altján csillog, mesék bűv szava, még az álmaim is őrzik a jóságos nagymama. Grúz Lászlóné köszönetet mondott Szőke Sándornak a Sajószögedi Posta történetének kiállításához adott segítségéért. Polgármester úr megnyitója következett. Mindenkit köszönöm az Óvodások műsorát és Sanyi bácsinak ezt a szép kiállítási anyagot. Mindig megfogadom, amikor elérkezünk a Szép Korúak hetéhez, hogy próbálok nem meghatódni és nem meghatódni beszélni tönök előbb, de sohasem tudom tartani ezt nézékel nekem. Egyrészt ugye ilyenkor eszébe jut az embernek, hogy vannak vagy voltak nagyszülei, sajnos én már csak múlt időben beszélhetek róluk, és elfogadták már tőlem, talán tavaly, meg tavaly jött is a nagyszülői címet, mindegyik őket nagyszülőként szeretem. És örülök annak, hogy harmadik alkalommal köszönhetem itt önöket. Köszönteni kell önöket azért, mert kötelességünk, hogy az időseinket, a szép korúainkat tiszteletben tartsuk. Tiszteletben tartsuk azért, mert ők mutatnak nekünk példát. Ők mutatnak nekünk példát emberszeretetből, abból, hogy hogyan kellene élni, milyen értékeket kellene hordozni, vagy milyen értékeket kell hordozni a mai időben is. Attól függetlenül, hogy a világunk fölgyorsult, és mi próbálunk vele lépést tartani, vannak olyan értékek, melyek örök érvényűek. És én azt hiszem, hogy, illetve nem biztos vagyok benne, hogy rendkívüli örömükre szolgál a közösség tagjainak, hogy ilyen alapokat adtak le, és nekem személy szerint is rendkívüli örömükre szolgál, hogy egyre többen jönnek el a Szép Korúak hetére, olyan kis, akiket azért nem láttam ezekben a sorban, és remélem, hogy a következő évben is találkozunk. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Nagy érdeklődéssel tekintették meg a vendégek a kiállítást. Az első nap közös szalonnasütéssel és kedélyes beszélgetéssel zárult. Az alapanyagot az önkormányzat biztosította. Játékos vetélkedővel indult a második nap. Ezen a napon is mód volt egészségügyi tanácsadáson részt venni. És óriási dolog, hogy itt lehetek, és köszönöm szépen még egyszer a megtisztelő felkérést, hogy így lehetek a programnak a része. Szóval az én dolgom, az én
én tisztem az, hogy egy olyan néhány figyelemfelkeltő információt átadjak önöknek, amit önök is biztosan tudnak, és én tanulhatnék leginkább önöktől, de miután én 6 éve dolgozom az egészségügyben, és leginkább a betegségek megelőzésével foglalkozom, így az ország számos területén rengeteg hasonló előadásokon, sőt már 1000 és 2000 fős rendezvényeken is tartok előadást. Maga egész Európa és az egész világ 40 fölött jár már többségében, és pontosan ezért olyan újabb eszközökre, innovációkra van szükség, amelyek ezeket segítenek megelőzni, hogy ez tökéletesen végbe tudjon menni. A másik dolog, amit meg fogunk vizsgálni, hogy milyen kutatások kerültek fel, nem magyar találmányok, hanem a világ legszínvonalasabb egyetemein, orvos egyetemein, a Stanfordon, a Harvardon, vagy pedig az óvatosabb kezelés a természetből vett dolgokból alapul véve. És az ötödik pont pedig, hogy hogyan lehet hozzáférni. Itt vagyunk Magyarországon, Sajószögeden, és azt gondolom, hogy itt is vannak olyan emberek, ugyanúgy, mint Budapesten, vagy Gyálon, vagy Kiskunmajsán, vagy ahol járok éppen, Városországilag ez a második világháború utáni 18 év. Ebben a 18 évben nagyon jelentős népesség növekedés történt a világban, hogy soha ennyi gyermek nem... A délután folyamán a Búzavirág népdalkör szórakoztatta a vendégeket, melyet zenés lecsós vacsora követett. Nem sokára sírva tenni fog. Ha bemegyek a kocsmába én, feleségem rögtön odaér, kezdve kiszél a pálinkát, hazatart vidom a harakját, de az asszony csak félmozolja, ha én a helyes pontötyő, csipik a lánya rendbe. A következő jelenet címe Julis Maris, írta, rendezte, előadja Siskó Jánosné és Szabó Ferencné. Azt mondta, hogy ő így jól érzi magát, azt a kis kubica pálinkát.
Édes párom, mi van itt? Nézd, mit hoztam, megedik a sejemkendőt, sírjátok.
Köszönjük szépen!
A közös énekléssel kérjük, hogy énekeljenek velünk. Bye.
A második nap Tihanyi Tóth Csaba és Bognár Rita műsorával ért véget. A harmadik nap a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság egy képviselője által tartott bűnmegelőzési tanácsadással indult. Minden egyes mozdulatot, ha valami idegen bevegy hozzájuk, illetve a hallásuk is már nem olyan, vagy a látásuk is, illetve a teljesen is értésnek a szellemi képességük se olyan már mindenkinek ebben a korban, de a fiataloknál is a testészségüket és a életüket is. Fa, szél, illetve burgonya és hagyma állósok, a mennyiséget kínálnak, ami rá se fér, és nem is olyan időskorúak részére csinálták meg ezt a cselekményt. Tehát szóval, ha valaki vesz fát, aki is amivel hoznák, hogy fölötférre rá annyi egyáltalán. A délután fő programja a bográcsos főzőverseny volt, melyhez a húst, krumplit és tüzelőt az önkormányzat biztosította. Az este fénypontja Molnár Muriel előadása volt.